Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, érdekes témákat gyűjtöttem össze. Sztrókon átesett felnőttek beszédfejlesztésében, rehabilitációjában segít a Fejér megyei Afázia Klub. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően tavaly óta minden hónapban egyszer csoportos foglalkozáson vehetnek részt a betegek Gárdonyban és Csákváron. A programba, amely várható a június végéig tart, még lehet jelentkezni. A Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórházban egy év alatt körülbelül 700 sztrókon átesett beteget látnak el. Az agyi keringési zavart túlélt pácienseknek sok esetben a mozgással és a beszéddel lesznek problémái. Nekik nyújt segítséget a Fejér megyei Afázia Klub, amely kisebb-nagyobb megszakításokkal 2001 óta működik. Tavaly az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán 7 millió forintot nyert a Székesfehérvári Beszédhibásokért Alapítvány a beszédfogyatékos felnőttek segítésére. Azt tudni kell, hogy Magyarországon a felnőtt afáziás betegek logopédiai ellátása megoldatlan, és ezért nagy szám és nagyon jelentős szakmai előrelépés egy ilyen pályázatban. Lehetőséget tudunk biztosítani nekik a rehabilitációs foglalkozásokra. Ez, ahogy a főorvos úr is mondta, ez tulajdonképpen ez egy löket csak ahhoz, hogy otthon is tudjanak foglalkozni, tanácsadásban részesítjük a hozzátartozókat. Nem tudjuk felvállalni valamennyi betegnek a folyamatos logopédiai kezelését. Ez nagyon nagy probléma, nagyon nagy gond, mert ezek a kommunikációjukban gátolt felnőtt betegek igenis igényelnék a folyamatos logopédiai ellátást, és ez valóban hiányzik még. Az Afázia Klub azért jó, mert ha ezt töretlenül vagy egészében nem is biztosítja, nem is tudja garantálni, viszont lehetőséget ad arra, hogy sorstársi közösségben a kommunikációt, nem a beszédet, a kommunikációt akár nonverbális, akár részben verbálisan, de tudja gyakorolni, és legyen jártas abban, hogy a gondolatait ki tudja valami módon fejezni. A program során a betegek egyéni és csoportos ellátását, logopédiai felmérését valósítják meg. A Csákvári Rehabilitációs Intézményben a páciensek és hozzátartozók minden hónapban egyszer találkoznak logopédussal, pszichológussal, orvosokkal. A sztrók kialakulását a szakemberek szerint odafigyeléssel megelőzhetjük. Számos rizikótényező van, ami elősegíti, kialakítja a sztrókot, ezek között van módosítható és nem módosítható. Mi férfiak hátrányban vagyunk, illetve a kor előre haladtával is növekszik az esélye az agyi keringészavaroknak, de vannak olyan módosítható tényezők, amikre mindenféleképpen oda kell figyelni. Ilyen a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a magas koleszterin szint, a szívbetegség, ez mind olyan, ami, hogyha hosszú távon fennáll és nincs megfelelően kezelve, jelentősen növeli az agyi keringészavarok kialakulásának esélyét. Milyen tünetei vannak a sztróknak, hogyha valakit a környezetünkben egy picit furábbnak érzünk, vagy látunk, akkor mi az, amit tapasztalhatunk rajta, és gondoltunk arra, hogy esetleg sztrók az, ami jelentkezett. Hát talán a átlagember számára a legegyszerűbb megközelítés az az amerikai skála, ami három dologra figyel. Egyrészt a beszédre, van-e beszédzavar, a másrészt van-e az arcban aszimmetria, szájelhúzódás és kézgyengeség, meggyengül-e a keze. De egyébként maga a stroke tünetei ennél többfélék is lehetnek, érzészavar, nem csak kéz, hanem a láb is meggyengül bizony. Ezen kívül látászavar, látótérzavar alakul ki a betegeknél, illetve speciális formájában látásvesztéssel jár, illetve attól függ, melyik területet érinti, hogyha hátsó területet, akkor például kettős látás, beszéd zavar mellett nyelészavar alakul ki, nem csak féloldali, hanem mind a négy végtagja kiterjedő bénulás alakulhat ki, szédülés, szemtekerezgés, tehát nagyon szertágazó, de az egyszerűség kedvéért, ha ennyit megjegyez egy laikus, vagy akivel mélyen nem foglalkozik vele, hogy arc, kéz és beszéd, ebben valami gond van, azonnal a kórházba kell szállítani a beteget. Mi történik ilyenkor a kórházban a pácienssel? A kórházban az egyik legfontosabb az, hogy megtörténik a koponya CT vizsgálat. Ugyanis a vizsgálat
az igazolja azt, hogy agyi keringés zavar van, de azt, hogy ezt mi okozza, agyvérzés vagy agyinfarktus, azt nem lehet csak CT-vizsgálatra eldönteni. Egyébként ez egy gyors vizsgálat, 30 másodperc alatt megtörténik, és el lehet dönteni, hogy mi okozza az agyi keringés zavart. Ezen kívül laborvizsgálatok történnek, és utána, hogyha a beteg időn belül beérkezik, ez az idő, ez a 4,5 óra, és úgy, hogy a 4,5 óra az nem az, hogy felébredtem reggel, és már gyenge voltam, és mondjuk 6-kor ébredtem fel, sajnos ott onnankor számolt, olyankor úgy számoljuk az időt, hogy amikor még tudottan jól volt. Tehát a pontos időpontja, a kezdete a tüneteknek nagyon fontos, és ahhoz képest 4,5 órán belül meg kell tölteni az összes vizsgálat, be kell, hogy érjen a kórházba a beteg, és el kell, hogy kezdődjön az érrögoldó kezelés, vagy pedig a katéteres rögeltávolítás. Hogyha elkezdődik időben ez a kezelés, akkor milyen lehetőségek vannak a beteg szempontjából? Hát ez jelentősen megnöveli az esélyét a gyógyulásra, bár az nem mindegy, hogy mikor történik az érrögoldó kezelés. Ugyanis, hogyha egy órán belül megtörténik a kezelés, akkor két beteget kell kezelni ahhoz, hogy egy jelentősen javuljon. 3 óránál bizony már 7-8, és 4,5 óránál pedig 15-16 beteget kell kezelni, hogy egy betegnél jelentős javulás legyen, tehát gyakorlatilag olyan mértékben javuljon, hogy szinte semmi vagy semmilyen tünete ne maradjon vissza. Tehát itt nagyon nem csak az a fontos, hogy van ez az időablak, ami 4,5 óra, hanem hogy azon belül is mikor történik meg a kezelés. Egy éven belül mennyien jelentkeznek itt a megyén belül sztrókos betegek? Hát körülbelül olyan 700-800 akut sztrók beteg kerül be évente a kórházba hozzánk, és trombolízis az úgy évek óta már olyan 100-110 között van. Ami egyébként elég jó szám, és végül is így a százalékos arány is elég jó. Tulajdonképpen a lehetőség adott, se technikai, se financiális akadálya nincsen annak, hogy bárki, aki alkalmas rá trombolízis kezelésben részesüljön. Itt ma oda eljutottunk, hogy a szám növekedésének a gátja az, hogy nem érkezik be több beteg időn belül. A sztrókon átesett betegek akkor vehetnek részt a klubfoglalkozásokon, ha megfelelően terhelhetőek, és a logopédiai felmérés azt mutatja, hogy fejleszthetőek. Általában 15 beteg és hozzátartozóik vesznek részt a 3 órás segítő találkozón. A klubfoglalkozások azok rendszerint úgy kezdődnek, hogy egy régebbi, már sokszor gyógyult beteg tart egy beszámolót, melyben beszámol az életéről, beszámol a hobbiáról. Ez nagyon népszerű szokott lenni. Általában a betegek valami kis pogácsát, vagy süteményt, vagy egyebet sütnek, azt behozzák, ezzel megkínálják a betegtársaikat. A következő része az tulajdonképpen, ami hát a valódi érdemi munka, ez egy ilyen körforgó, vagy egy ilyen körforgásban történik. Van a logopédiai állomás, van a gyógytornász, van az orvos, a betegeket csoportokra osztják, és minden egyes állomáson a betegek egy-egy csoportjával foglalkoznak, majd a betegek váltják egymást, így a 3 óra végére minden beteg valamennyi állomáson megfordul. Természetesen van lehetőség egyéni logopédiai, egyéni pszichológiai, vagy egyéni orvosi tanácsadásra is, amikor hát ugye olyan kérdések is vannak, amiket a csoportban nem lehet megtárgyalni, tehát az egyéni tanácsadás lehetősége is fennáll. 2018 áprilisa óta működik a klub. Ő hogyan látja egyébként így a pacienseket, mennyit sikerül fejlődniük egy-egy foglalkozás alkalmával? Nagyon élvezik a foglalkozásokat. Hát természetesen egy-egy foglalkozás nem jár rögtön és azonnal látható fejlődéssel. Itt elsősorban arról van szó, hogy ezek, ugye ez havonta csak egyszer van, tehát itt elsősorban arról van szó, hogy a betegek egy bizonyos impulzust kapnak, feladatokat kapnak, és azokat a feladatokat, amiket kapnak, hát azokat ugye otthon is csinálni kell, és ehhez a hozzátartozónak, ebben a hozzátartozónak jelentős szerepe van, mert a javulás csak úgy érhető el, hogyha a feladatokat, azokat otthon is folytatják. A program június végéig mindenképp folytatódik. A szervezők a következő elérhetőségen várják a jelentkezőket.
Megérkeztek a tavasz első hírnökei az Alcsúti Arborétumba. A kirándulók 2 hektáros egybefüggő hóvirágmezőn sétálhatnak keresztül. Még hagyott jeleket maga után a tél. Az Alcsúti Arborétum tavát néhol jég borítja, de a napok óta tartó tavaszias időjárás előcsalogatta az első hóvirágokat. Fajokat nézzük, akkor meg kell nézni a virágot, hogy milyen alakja van a sziromnak, hogy benne a fészekcsésze, ott benn milyen minta van. Ugyanis az arborétumban 4 alapvető hóvirágfaj 24 alfaját lehet megtekinteni. Ismét fehérlik a táj, de már a virágok színesítik. 2 hektáron egybefüggő hóvirágmezőben sétálhatnak a kirándulók Alcsúton. Sokan nem tudják, hogy ilyenkor a hóvirág mindenfelé nyílik. Nyílik a környező középhegységi erdeinkben, védett területeken. Amiben különleges ez az arborétum az az, hogy ilyen tömegbe, ilyen egy helyen, tehát itt körülbelül 2 hektár összefüggő hóvirágmező van, tehát ezért ez elég látványos, és hát ilyen kultúrált idézőjelben épített környezetben így kevés helyen lehet látni. És hát itt nem csak azokkal a hóvirágokkal lehet találkozni, amivel egyébként Magyarország természetes élőhelyein, a kikeleti hóvirágról beszélek, hanem itt egy hóvirág gyűjtemény van. De még József Nádor kezdte az első hóvirághagymákat behozni, tehát 200 évvel ezelőtt, és ez úgy, ahogy a maga az arborétum is egy növénygyűjtemény, egy ültetvényes kert, így a hóvirágokra is jellemző ez. Hát alapvetően a Dél-Európa, Kelet-Európa, a Földközi-tenger medencéje, Fekete-tenger környékéről származik, például a krími hóvirág, aztán egész le a Törökországból jöttek hóvirágfajták ide, vagy fajok, és hát ugye ezek melegkedvelőek, kicsit másabbak, mint a mi kikeleti hóvirágunk, tehát avatott szem azért észreveszi a különbséget, hogy ez legalább 3-szor akkora, hogy ennek a fajnak a levele begöngyölt szélű, hogy ennek a szirma egy kicsit nem olyan, mint amilyen a másmilyen. Tehát ez a 4 alapvető hóvirágfaj van itt az arborétumban, viszont olyan közel vannak ültetve egymáshoz, hogy itt is zajlik az evolúció, a méhek porozzák be ezeket a hóvirágokat, viszik az egyik hóvirág porzójáról egy másik faj bibéjére, és már is létrejött a kereszteződés, úgyhogy ma már itt az avatott szakemberek 24 alfajt különböztettek el, és mindenféle változatok is jönnek. Tehát egy fajon belül is a mi kikeleti hóvirágunknak van itt egészen sárga példánya, aztán vannak, amik elütnek a többitől, kicsit rendellenesen fejlődnek, telt virágú lesz, nem 3 szirma van, hanem 5 szirma, tehát egyéb ilyen növényritkaságok vannak, persze ehhez nem elég itt elsétálni, hanem közel kell hajolni a hóvirághoz, és ezeket az ismertető bélyegeket közelről megtekinteni. A hóvirágzás teteje előreláthatólag március elején lesz, ekkor teljesen kifehéredik az arborétum egy része. Ezeket a virágokat természetesen az erdőben is meg lehet figyelni, de ahogy az arborétumban, ott sem szabad leszakítani, hiszen védett növény. Valószínűleg a március elején, nőnap környékén lesz a csúcson. Március 15-e körüli ünnep az szokott lenni úgy a lecsengése, tehát a vége, amikor itt még nagyon sokan vannak, és sok a hóvirág is, és a március 21-e felé, tehát a március vége felé, akkor már egy leszálló ágban van a hóvirágzás, és akkor már úgy megszűnik. És ilyenkor elveszti az érdeklődését az ember a hóvirág iránt, pedig nagyon sok minden érdekes dolog történik vele akkor is. Tehát amikor a virágja nincs, például megnő 2-szeresére a virágnyél, ezt kevesen tudják, és a magot az anyatőtől egy ilyen 20-25 centire teszi le, és ez egyben a magyarázat is arra, hogy miért nem szabad letépni a hóvirágot. Tehát aki a törvénytisztelő, az azért nem tépi le, de józan paraszti ész alapján sem kell letépni a virágot, tehát azon túl, hogy rögtön elhervad, pont ezt a folyamatot akadályozzuk meg, hogy ez a mag megérjen és újra letegye, és akkor talán sokan arra gondolnak, jó, de hát egy hagymás növényről beszélünk, leszedjük a virágot, a hagyma a földben marad, hát kihalt az jövőre is. Igaza is van, kihalt jövőre is, de a hagymák se élnek örökké életűek, tehát egy hóvirág élete az körülbelül ilyen 4-5-6 év, és abból az első 2 évben nem is hoz virágot, tehát ez a lerakott mag, először csak egy kis növényke fejlődik ki belőle, erősödik a hagymája, és olyan második, harmadik évtől történik az meg, hogy hoz virágot is. Tehát ahol szednénk a virágot, ugye most már jó érzésű ember nem szedi, de
ha szednénk a virágot, akkor a hóvirág elterjedési területe folyamatosan csökkenne, hiszen ezért is lett védett, hogy a pár évtizedeit iparszerű hóvirág szedés volt tapasztalható Magyarországon is. Annak idején a nőnep köszöntés hóvirág csokor nélkül elképzelhetetlen volt, de ez vezetett oda, hogy ma már egy ilyen valamikor népes faj is védelemre szorul. Az arborétum szinte minden hónapban más arcát mutatja. Jelenleg nem csak a hóvirág, de egy sárga virágú növény a téltemető is nyílik. Ezt követően a galambvirágokban és az odvaskeltikékben gyönyörködhetnek a turisták. Itt az arborétumban például nagyon kedvencem a májvirág, ami ilyen kis kékes virág. A levele hasonlít így a máj szervre, tehát ilyen szép kerek, épszélű levelei vannak, mint a májnak. Innen kapta a nevét, és hát abból is egy nagyon jelentős állomány van. Aztán ugye megjelenik majd a medvehagyma, meg a gyöngyvirág. Nagyon érdekes, ugye most a medvehagynának, a medvehagyva gasztronómiai jelentősége felértékelődött, de nagyon sokan nem tudják például megkülönböztetni a gyöngyvirágtól, csak virágzó állapotba. És a gyöngyvirág viszont nagyon erősen mérgező, akár halálos tragédiát is okozhat. Tehát ott is körültekintően kell szedni ezeket a növényeket, és ott, ahol lehet, sokan nem tudják, hogy a nem védett növényeket védett területen nem szabad szedni. Nem csak fajok élvezhetnek természetvédelmi oltalmat, hanem területek is. És védett területen ezért nem lehet például medvehagymát szedni, amit a védett területen kívül gyűjtenek manapság, és hát én magam is szeretem, nagyon komoly gasztronómiai élményt nyújt. A növényvilág mellett az arborétum jelentős állatállománnyal rendelkezik. Az arborétum az egy, vegyük úgy, hogy egy 200 éve érintetlen az idézőjelben, mert az egész arborétum mesterséges, de itt 200 éves növények találhatók. A leglátványosabb ebből a fászáru növények. Ugye azért egy 200-220 éves platánfa azért mindenkiből tiszteletet vált ki, és ma már a környező természetes erdeinkben ilyen öreg állományú erdővel nem találkozunk. Hát ugye ott fakitermelés, gazdálkodás folyik, ott sajnos ilyen 200 éves erdők, mert nincs is példa egy-két kevés kivétellel, ami az erdőrezervátum. Na most nyilván ezt felfedezik maguknak a környező élőlények is, és ha mondjuk felemelkednénk, repülőről néznénk rá erre a kis arborétum területére, a környező élőhelyek azok intenzív mezőgazdasági szántók és vetések és emberlakta települések, ezért ez egy ilyen szigetként vonzza ide az állatokat, főleg olyan fajokat, amik az idős állományú erdőhöz kötődnek. Gondolok itt madarakra, harkályfélékre. Ugye van az arborétum belül legalább két pár fekete harkály, ami a harkályokból a legnagyobb testű, a komoly odugyártással bír, tehát akkora odukat válj a fába, amit aztán más élőlények foglalnak el. Például van az arborétumban egy csóka telepünk, ami már a hangjukkal is felhívják a figyelmet, de ebbe költ a kék galamb, ami Natura 2000-es jelölőfaj, ilyenkor az elsők között jön vissza. Én már láttam itt az arborétum belül idén kék galambot, és aztán számos olyan rovar, nagy testű cincér szaporodó helye és jelentős állománya él itt benn. Hát más nem említsek, a Dunaipoly Nemzeti Park igazgatóság címer állata a havasi cincér, és ugye nagy szerencsénkre ez lett az év rovara is. Most aki ilyet akar látni, annak például júniusban kell ide ellátogatni, mert akkor találkozik a kifejlett imágókkal, és ebből itt nagyon komoly állomány van. Okos füvek, okos fák, gondolatok az intelligens növényekről. Erről tartott előadást Gyalus Boglárka vasárnap a Fekete-Sas Patika Múzeumban. Az érdeklődők a legfrissebb kutatási eredményekkel ismerkedhettek meg. Kakukkfű, hárs, bodza, csak néhány azok közül a növények közül, melyeket a gyógyászatban is használnak, és legtöbben szívesen fogyasztják otthon is. Ha a citromfű annak számít csalányteával, akkor igen. Miért tartja fontosnak, hogy ilyen természetes anyagokhoz nyúljunk? Én ezt frissítőnek találom. Szoktam inni vagy zöld teát, vagy piros teát, de azon kívül nem túl sok másat.
hogyha iszok, akkor kedvem, ne finom. A vasárnapi előadás alatt ezekről a gyógynövényekről is hallhattak a résztvevők, de megismerhették például azt is, milyen szokásaik vannak a növényeknek, milyen a mozgásuk, viselkedésük. Azt a meglepő felfedezést, miszerint a növények intelligens lények, olyan biológusok állítják, akiknek a munkái forradalmasíthatják a növényvilágról alkotott képünket. Az intelligencia minden egyes megfogalmazásban érvényes a növényekre is, egy picit másképpen, de kimondhatjuk azt, hogy a növények is intelligensek. Az észlelés, ugye ezt jelenti az intelligencia, látnak, hallanak, tapintanak, ízeket éreznek, gravitációt, és még nagyon sok mindent, egy picit máshogyan, mint ahogy azt az ember teszi, de nagyon sok mindenben sokkal kifinomultabbak, sokkal precízebbek, pontosabbak. Jelenleg is több kutatás zajlik világszerte, hogy a tudósok bebizonyítsák, a növények sokkal többek, mint egy alacsonyabb rendű szervezet. Mint ahogy a szakértő fogalmaz, távolról sem pusztán tehetetlen tárgyak. A növények bizony cselekszenek, üzeneteket küldenek. Mivel hogy a növények nem tudnak mozogni, ezért fontos, hogy ők se szigetelődjenek el, tehát valamilyen módon meg kellett, hogy oldják azt, hogy információt adjanak át egymásnak, akár egy veszélyhelyzetet, egy növényevő megtámadott egy növényt, akkor az igyekszik valamilyen módon értesíteni a többieket, akik a környezetében élnek. Például de az utódnevelésben, tehát vannak társas kommunikációra utaló jelek is. Tehát ugyanúgy nevelik az utódaikat, gondoskodnak róluk, és nagyon-nagyon intelligensek a növények, ezt kimerem állítani, vagy kimerem jelenteni. Egyre inkább a kutatások azt mutatják, hogy tudunk tanulni tőlük. Tehát a piramis, amit régen felépítettünk így a bennünket körülvevő világról, tehát hogy az élettelen tárgyak után következnek, a kövek után a növények, és utána az állatok, és a csúcson az ember, hát ez nem így van, egyre inkább kezd beigazolódni. Tehát mi tudnánk tanulni a növényektől, például a gyökérzet viselkedése azt az internethez lehet hasonlítani, tehát az internetnek a működése nagyon-nagyon hasonló a gyökérzetnek, főleg ha egy erdőben, tehát több egyednek a gyökerét véve. Tehát az a hálózat a gombákkal együtt, amik ugye a növények gyökereit segítik és velük együtt élnek, ez egy olyan típusú hálózatot hoz létre, mint az internet, és a robotok, a biorobotok például, az is egyre inkább azt tűnik jónak, hogyha növényekből veszünk példákat, mert nagyon jól oldják meg a feladatokat. A levelekből kiáramló vegyületekkel, a gyökerekből érkező kémiai jelekkel önmagukon belül is üzeneteket küldenek egymásnak a növények, és meglepő, de bizony van szociális viselkedésük is. Megkülönböztetik például a fajtársakat a többi fajok egyedeitől. Kedves nézőnk, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten a megszokott időpontban pedig újra várom majd önöket. Viszontlátásra!